Isti! A videót a notebook.hu támogatta. Link lent! Na, sziasztok srácok! Itt vagyunk a következő American Truck Simulator gameplayünkben, vagy mondhatnám azt, hogy az amerikai álom következő epizódjában. Még mindig a saját kamionunkkal, szépen csodálatosan. Indítsuk is be. Valamilyen oknál fogva itt van a cucc. Így gyakorlatilag a semmi kellős közepén. Én azt mondom, hogy vállaljunk be egy melót. Nagyon jó lenne egyébként olyan munkát találni, meg is nézzük egyébként milyen opcióink vannak, amik egy picikét máshova visznek minket, tehát tök jó lenne a dolog. Ja. Szóval van olyan, hogy Kaliforniába vissza. Én nagyon szívesen elmennék Los Angelesbe is egyébként. Picikét unalmas ez a közeg, tehát hogy route length, csökkenő, tehát gyakorlatilag ez a leghosszabb útvonalunk, ami van, ugye? Tehát azt akarja jelenteni, ugye növekedőnél, meg pedig a legkisebbel kezdi értelmszerűen, tehát akkor length, ez a leghosszabb útvonal. Arizonába tudnánk esetleg, mondjuk ott vagyunk most, ez pedig Nevadába vinne minket. Ez a környék, ez nagyon sok, tehát hogy itt így ez nagyon olyan. Hol lehet még menni? Hát Bakersfieldben már voltunk, na itt ez nem tudom, Sacramento-ba megy a dolog. 14 000, én egy olyat néznék egyébként, hogy price. Nézzünk egy olyat, hogy price, így van, növekvőben, és ez 20 000 dollárt ad, ami kicsikét több pénz végre valahára, mert azért zsét kéne termelnünk, mint az atom egyébként konkrétan. 20 000, hát ez egy jó 7 órás útvonalnak tűnik nekem, ami nem kevés egyébként, viszont 20 000 430-ért, van szintén 7 órás útvonal. 17 000-ért van megint egy 7 órás. Igen, ezek elég hosszúak. És olyan van esetleg, hogy price per distance, hogy mondjuk ez 6 000 dollárt ad. Igen. Price per distance. Van egy olyan, ami ad 16 000 dollárt, és végül is csak ennyit kell vele menni, ami megint sok egyébként, szóval tök mindegy. Mert ilyen kavargós, kavírnyálós dolog. Primbe. Nem tudom melyik legyen. Szerintem elvállalom azt a 20 000-est, aztán annyi, ez a legtöbb pénz, ami nem nagyon vagy a price. Most az eltűnt? Az eltűnt, nagyszerű, eltűnt, mert sokat szarakodtam, gondolom, lejárt. Ja igen, itt 3 perc van még ebből. 20, 16... Nem annyira olcsó dolgok ezek, 15 000-ért átugrani mondjuk Los Angelesbe, vissza elébe. Érdekes a dolog. Menjünk vissza elébe, srácok, igazából teljesen rendben van. Vá. Nem nagyon. Mert először is ittenieket kéne nézni, ugye? És gyakorlatilag csak ez van. Tucson, vagy Tucson, nem tudom. Tucson, meg Phoenix. Phoenix még nem jártam, megmondom őszintén, de 6000 dollárért, hát... Elég lószar, mindegy, Phoenix biztos lesz valami jobb cucc. Na! Csak eldöntöttük, hogy mit akarunk csinálni magunkkal. Itt fog balra menni. Aha. Ez most zöld amúgy? Nem nagyon az. Azért jó. Jó van. Srácok, remélem, hogy jól vagytok egyébként. Jól érzitek magatokat, hogy minden rendben. Na, a kollega viszi a szajrét. Mert... itt minden rendben. Mi ez a villogás, srácok? Egy fotóz a gyerek ott jobbra? Vagy mi volt ez a villogás? Nem tudom, ez mi volt. Valami villogott. Érdekes volt. Szóval remélem, minden faszal. Láttam, hogy tetszett nektek egyébként a... Az előző, a donátos kis fánkocska. Tetszik nektek nagyon az előző rész az amerikai álomból, úgyhogy elhoztam nektek a következőt. Hogy örüljetek neki borzasztóan. Ja, és 13 percre van a szállítmányunk, nagyon jó. És Phoenix, srácok, hát Phoenixbe tényleg nem jártam még. Az is valahol ott ilyen sivatag környékén van, én úgy gondolom, hogy valami ilyesmit tudok róla. Nyilván mit tudom, még Phoenix vagy Phoenix Suns. Amerikai kosárlabda csapat, kész. Nagyjából ennyi tudásom van a helyről, de megnézzük, kíváncsiak, legalább egy új helyszín. Csak tényleg az lesz volna jó, hogy pénz lenne jó nagyon összeszedni nekünk. Alapból egyébként most nem is tudom pontosan, hogy megnézem gyorsan, srácok, hogy... igen, recruitment, igen, még nincs benne a játékban, hogyha jól látom. Most ugye fognak hozni egy ilyen... frissítést a játékba, ami ugyanis arról szól, hogy lehet saját pótkocsid, tehát birtokolhatsz, haver.
birtokolhat saját pótkocsit, ami egy tök jó speeding violation, most csak szopatsz, ugye? Tehát most csak szopatsz. Hát, bazd meg, már elnézést, tehát hogy azért I'm not going fast, you know? I was like over the limit, like 2 or 3 miles per hour. But nothing special, and they just find me. They find me with big money, $600. Now $600 are my daughter's books for the school. Jó, hagyjuk. Tehát, hogy így, jó lesz. Nem tudom, mit kezdtem el mondani, nagyon jó lesz egyébként. Itt megyünk balra. Ez a balra kanyarodó sáv akar lenni? I don't really get it, gondolom. Oké. Okay. Ja igen, és hogy lesz ilyen a játékban, hogy saját pótkocsikat birtokolhatsz, amire nagyon sokan nagyon örülnek. Én láttam olyan kommenteket, és én is így gondolom, hogy nem igazán látom értelmét a dolognak, megmondom őszintén, hogy sokan azok is kommenteltek erről, akik már ugye mit tudom én milyen szinten vannak a játékban, stb. És hogy nem látják azt, hogy mi értelme van, mert sokkal több pénzt nem tudsz költeni, alapból ugye meg kell venned a saját pótkocsidat, ami még egy dolog, de hogy így igazából, nem tudom, nagyon fura a dolog. Na és akkor ez volt az, ami a Phoenix-es cucc, take job, már csak ez van, itt csak ez van. És ez egy jópofa addíció akarna lenni a játékhoz, tényleg nagyon jópofa, de nem látom én sem értelmét. Most mivel másabb az, hogyha... Hát az lenne még fassa, és ugye megoldanák azt, hogy oké, okay, van egy saját pótkocsim, de akkor tudjam azt csinálni, hogy elmegyek, mit tudom én, tehát ilyen gyűjtőárut vinni, ugye ezt akarom mondani, hogy lerakom ezt itt, lerakom azt, amaszt meg a másutt. És akkor lenne egy ilyen kör vonalam, vagy hogy mondjam, érted, hogy útközben be tudnék ugrani ide, oda, amoda. Ezért, azért, amazért. Akkor úgy lenne értelme, de azt látom, hogy nem nagyon így működik ez sajnos. Úgyhogy nem igazán vagyok izgatott ezzel kapcsolatban. Már itt felrakhatom. Ez kemény. De jó pofa, hogy próbálgatnak az dolgokat. Na, egy 4 óra 3 perces táv. Ami egy teljesen rendben lévő valami, nem majd túl hosszú dolog. És már visszük is a szajrét, azt tudom mit viszek egyébként. Megmondom őszintén, hogy nem is érdekel, mert hogy túl sok változás nincs a dologban, akármit is viszek. Viszont Phoenixbe, az jó pofa lesz majd. Közben megnézem most gyorsan, mert azt tudom mennyi pénze van ebben a játékban, hogy 23.000 dollárom van. Ami azért úgy, na, ami az úgy nem rossz egyáltalán. Bár azért nem is a legjobb, főleg tekintve azt, hogy egy hosszabb útvonal adna annyit, ugye? Hát minden esetre ez van. Alapból ugye szintet, tehát kell lépni szinteket is, szóval nem fog ártani, hogyha szinteket lépünk egyáltalán. És azért úgy jobb lesz a dolog. Jó, én már megyek is itt ki szépen tempóból. De hosszú amúgy a szerelvény. Wow, fogalmam nincs, mi történik. Ez a D-paddal balra-jobbra nézés, ez az eléggé körülményes, néha. És már megyek is ki a picsába a helyemre. Show low! Lett volna oda is egyébként, úgy láttam fuvar, hát az aztán tényleg nem lett. Ja igen, az volt gondolom az a nagyon rövid téma. Picit így legyünk már, hogy tükör is látszódjon már baloldali, hogy mégis mi a szar történik. Üzemanyag rendben, alvási szint rendben, vagy pihentségi szint rendben, ugye hát ezek mind megtörtek az előző epizódban, amit ha nem láttál, akkor ide kicsapok neked az íre, itt végig ott van, hogy el ne felejtsd megnézni, mert jó pofa volt, én azt gondolom. Ja, úgyhogy igazából ennyi. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel az egésszel, hogy ti mennyire játszotok még ezzel a játékkal. Ugye most volt egy ilyen event ebben a játékban nem olyan régen, hogy valamiféle, most nem is tudom, az előző részben beszéltem-e róla, de szerintem lehet, hogy beszéltem róla, hogy valamiféle közös cél, megint egy speeding violation, öcsém, hát hogy 25-tel szabad csak menni, beszarok. Jó, akkor ez már $1200 mínusz, nagyon jó. Na, lassan ott tartok, amennyi pénzt be fogok kapni én ebből a fuvarból egyébként. Ez melékesen közlöm, mert hogy tényleg eddig amúgy egyszer nem mértek be, most ez is eljött. 25-tel szabad menni, igen, ott látom is, nagyszerű. 26 az már izé. Aha, az már tré, nagyszerű. Diner, szevasz. Úgyhogy hát akkor nagyon szép, negatív. Azt, amicsoda kocsi volt, láttátok? Az komoly volt azért.
negatívba indulok. Figyelj, ennyi, hát most nem tudok ezzel mit kezdeni. Na, beszélgessünk is egyébként pár dologról, hogyha már úgy vagyunk itt, hogy itt általában, hogy az ETS-ek nálam mindig is arról szóltak, hogy közben itt beszélgetünk mindenféle okosságról. Ugye volt most, itt hogy a pöcsönbe megyek ki? Ja, hogy az a lámpa az nekem szól. Olyan fura ez, srácok, hogy ott van a lámpa. Lehet nyilván csak nekem az. Volt most ez a dark webes, ugye videó cucc. Na most én erről nem akarok külön magyarázkodós videót csinálni, ezért is mondom azt, hogy beszélgessünk ebben róla, hogyha már úgy van. Ez a videó is azt fogja érdekelni, aki a gameplay-emet is érdekli. Legalábbis a fiatalabb korosztályt ugye, tehát hogy így az pont tökéletes lesz, hogy nektek mondom ezt a dolgot. Most mindig ez a 45 ez a szám ott lenn. 65? 45 azért. Jó, nincs rajtam a szemüvegem. Hogy nagyon sokan beszopták ezt a dolgot, hogy én ténylegesen rendeltem egyébként egy ilyen cuccot. Nem. Tehát ezt most mondom mindenkinek, de amúgy tehát a videó végén is kivonni, egy paródia volt. Illetve raktam is ki másnap egy ilyen kommentet, hogy akinek esetleg nem volt totál egyértelmű, hogy ez egy irónia, vagy szarkazmus, annak legyen az mostantól kezdve, mert hogy az volt. És nagyon sok, tehát kaptam egy nem egy üzenetet, hogy adjam meg a linkjét annak, hogy hol lehet ilyet rendelni, meg mit tudom én, hát srácok, szóval stop. Szóval fura volt a dolog. És tényleg, tehát nagyon kaptam olyan kommenteket is ezzel kapcsolatban, hogy hát te itt most csak meglovagoltad ezt a hype-ot, meg mit tudom én. Nem. Gyakorlatilag az történt, hogy csináltam egy paródiát. Kész. Nem írtam bele a címbe, hogy paródia, mert nem vagyok egyszer hajlandó beleírni, srácok, a címbe, hogy paródia, hogy ennyire könnyű legyen kitalálni azt, hogy ennyire ne kelljen egy picit az adatokat használni ahhoz, hogy rájöjjetek, hogy ez paródia. És én azt érzem, hogy ezek a legerősebb ilyen videók, amik igenis megosztóak valamilyen szinten, hogy a hülyébbik azt fogja gondolni, hogy igen, te eladtad magad, meg csalódtam benned, meg mit tudom én, mert hogy annyi esze nincs, hogy végignézze azt a rohadt videót, vagy annyi esze nincs, hogy picit túl gondoljon a dolgokon. És ez nagyon jó, nyugodtan, ez tök jó legalább egy ilyen katalizátor, iratkozzon csak szépen le. Mert nekem ez nem kell. Tehát nekem nem kell, hogy ő nézze a videóimat. Nagyon örök neki, hogy ő csalódott bennem. Teljesen egyáltalán nem értette meg a célját a dolognak, és nem, én nem vagyok annak a híve már, srácok, hogy leülök, és akkor mondjam, ez olyan, mint hogyha mondjuk egy most nagyon nagyot fogok mondani, nem tartom magam művésznek, véletlenül sem gondoljátok azt, hogy arról beszélek, de ez olyan, mint hogyha mondjuk egy Petőfi, mondjuk az üzenetét, amit mondjuk egy versibe írt meg, azt mondjuk ő leülne, és leírta volna egy ilyen sima szövegbe, hogy igen, itt én azt gondolom a forradalomról, hogy, meg mit tudom én, meg izé, ne, és ne, nem az, hogy egy fogyaszthatóbb, akár szórakoztató, ugye, mert sokaknak a vers a szórakoztató is, a művelődés maga, a kulturálódás maga, egy szórakoztatóbb formába öntse bele az üzenetét. És szerintem ez itt a nagy kihívás ebben az egészben, hogy egy üzenetet igenis úgy próbálj meg átadni a másoknak, hogy meg is értse, és szórakoztató is legyen. És ne legyen egy ilyen izé, hogy jó, akkor most a paródia percénket láthatják, és akkor itt van, nesze. És akkor fogyasszat. Tehát, hogy érted, miről beszélek? A versben, meg az ilyen, meg a könyvekben, a zenékben sincsen előre elmondva az, hogy amúgy én most erre gondolok, hogy... És így meg, amúgy ez egy paródia. Tehát, hogy ne kelljen már elmondani. Én azt gondolom, hogy én azt gondolom, hála Jósnak, az idősebbeknek, vagy hát meg az idősebbeknek, és a picit, tehát adja a rendelkező emberek azért megértették H-nek a lényegét. Mert nem egy olyan, tehát tök egyértelmű volt, én azt gondolom az előadásmódból, tök egyértelmű volt egy csomó tárgyból, hogy az micsoda. Sok ilyen kis turpiságot rejtettem el benne, hogy egyértelmű legyen, és van akinek nem az. Van, aki egyszerűen olyan szinten korrát volt, hogy így nem, semmi. Hát ez van, srácok, nem vagyunk egyformák, én ezt értem, de hát ez teljesen rendben is van így, csak hogy az egy picit engem zavar, hogy azt gondolják, hogy én ténylegesen hülyének akartam nézni az embereket, amikor nem. Én csak azokat nézem hülyének, akik ténylegesen hülyék. Ugye ez van. És ez szerencsére szépen ki is jön egyébként így a komment szekcióból, hogy ki az, aki előtte nem értette meg az egészet. Mert nagyon sokan voltak. De azért szerencsére a like-dislike analízi mutatja azt, hogy azért legtöbb ember felfogta meg, azért nagyon sok olyan... Tehát a hosszabb kommenteket, amiket elolvastam, azok mind olyan értelmesek és mind levágták. Úgyhogy én nagyon szeretem az ilyenfajta humort, ez ilyen szap jellegű dolog volt. Én imádom az ilyen komolyan előadott, amúgy érezhetően semmi komolysággal nem rendelkező cuccokat, én nagyon szeretem, úgyhogy lehet, hogy lesz még ilyen bőven a jövőben. Aztán, hogy valaki megérti, akkor annak nagyon örülök, ha meg nem érti meg, egészen nyugodtan iratkozzon le, ahogy tette is, mert nekem az csak jó lesz egyébként. Ahogy mindenkinek, neki is jó lesz, mert nem idegeskedik rajta,
és nekem is jó lesz. Kész. Na. Úgyhogy ennyi, közben azt nézem, hogy nagyon szép ilyen szerpentin jellegű úton megyünk. Benzinkút van, de nem kell tankolnunk, mint azt már megállapítottuk egyébként. Ott lent van egy nagyon szép folyószerűség, nem tudom pontosan ez. Hát nem, ez inkább ez egy tó egyébként. És ennyi. És most szépen ezt azért visszapakoljuk így nagyjából, hogy így, jajajajajaj. De sokat csinál. Kicsit érzékeny a dolog, ezt lejjebb kéne venni az érzékenységét, amúgy azt gondolom. Így szépen hagyjuk csak gurulni a kamiont. És most direkt nézem egyébként nagyon durván, hogy kell-e tankolni, mert az előző epizódban kellett volna, és nem tankoltam. Hú, ezt de gyorsan vettem be, ezt nem baj, jó az. Tehát kellett volna, sőt aludni kellett volna, és nem álltam meg aludni. Tehát így aztán valami totál más dolgokról kezdtem a szokás szerint beszélni. Szerintem talán pont itt volt egyébként. Nem akarok itt hülyeséget mondani, de valamiért az rémlik. Na ezt megelőzzem, srácok. Ezt, hogy megelőzöm. Így is van. Ennyi ez. Hát nem érek én rá itt, öcsém, tötymörögni. Oké, hogy 30-al lehet menni. Én 37-tel megyek. Az autópályán nem nagyon, vagy amikor kín vagyunk városon kívül, akkor nem nagyon vannak itt rendőrök. De még mindig tesztelgetem ezt a dolgot, jó? Tehát, hogy városban akkor ezek szerint nagyon kell figyelni, mert most kétszer is megcsesztek. És azért nem akarom én ezt egy ilyen állandó jellegű eseményként nyilván tartani. Aha. Köszi haver, köszi a lassítást. 2 óra 11 percre van ez a Phoenix. Arizona államban lévő Phoenix. Szépen ránk sötétedett, imádom, amikor sötét van, semmi nem látszik egyébként. Alapból egy halálunalmas a táj amúgy ebben a játékban, főleg ez ugye egy nyilván itt a nyugati oldalon, de hogy valami iszonyatosan unalmas. Végtelen utak, egyébként a sivatag közepén, a kanyonokban nagyon szép egy darabig, de hogy így egy idő után, amikor már ezt már 35-szor látod, már az eléggé sok tud lenni. És akkor még sötét is van, amikor még azt sem látod, ami unalmas. Szóval hát az már azért tényleg lehoz. De nem baj, 34-en nem szabad menni, szórakozzál már mással, de tényleg én veletem neki, mint az állat. Ez csak a speed limitet írja, nagyon jó. Szarok én a speed limitre. Ugyanakkor realisztikus fogyasztáson vagyunk, azt érdemes egyébként tudni. Még ezt szerintem minden részben elmondom, tehát hogy így ez 43. A benzinkútnál lehet, hogy lesz zsaru. Ez egy ilyen magyar felfogás szerintem, hogy a benzinkutaknál azért mindig lassítunk az autópályán, hogy gyorsan is megyünk. Amíg én nem szoktam azért annyira gyorsan menni. Én általában egyébként autópályán, megmondom őszintén, 140, és akkor ott tartom általában, hogy azért az ilyen szigorúan 130-at tartókat is le tudjam előzni, meg az úgy haladjunk is. És amúgy meg a 140 az autóban, az igazából ilyen 132-3 nagyjából valós sebességben. Úgyhogy nem annyira kell ezen összeszarni magunkat. Jó. És nem tudom, hol vagyunk. Yes, we are open. Ki van írva, srácok, hogy yes, we are open. Picit olyan feelingje van, mint a I assume you, we are open. Ez pedig a, aki megmondja, hogy ez melyik filmben volt, ez kiírva. Vagy magyarul mondom, hogy biztosíthatlak, hogy nyitva vagyunk. Az írja meg kommentben most, hogy ez miből volt idézve, jó? Nagyon kíváncsi, hogy kinek fog ez idejönni. Google használta, nem ér. Nyilván nem fogom tudni lecsekkolni. Rád bízom, hogyha tudod, akkor tudod. Hogyha nem tudod, akkor rá Google-zel is, akkor nem írod be. De én azt gondolom, tudni biztos, hogy valaki ezt meg fog érni, hogy ez miben volt. Nagyon kíváncsi vagyok. Szeretem az ilyeneket, hogy mennyire, ugye főleg amikor a felénél valamit elrejt az ember, ez mi a fos? Ez egy útépítés lesz? Mert valami a felénél el van rejtve, és akkor ki mennyire nézi meg a videót. Alright. Annyira azért nem volt egyértelmű, merre kell menni. Oké, volt ott egy világító nyíl, hogy balra, de... Nem villogott, meg nem tudom, fura volt mindig. Szóval így azért, na. Úgy gyakorlatilag így pont jó ütembe jutott az agyam, még az info, hogy merre kell menni, meg hogy kell kerülni. Megoldottam az a helyzet. Másfél órára vagyunk Phoenix-től.
Te nagyon kíváncsiak, hogy milyen ez a Phoenix téma. Hogy néz ki. Mi van ott. Ilyesmi. Ja. Aztán azt mindenképpen azt is írjátok meg kommentben, hogyha gondoljátok és szeretnétek, hogy 65-tel lehet menni. Hogy merre menjek el. Tehát mi legyen a következő célállomás itt Amerikában. Mert én azt látom egyelőre, sajnos mondom, csak így a nyugati oldal van megcsinálva. A New Mexico az azt hiszem, hogy talán egy DLC. Bár való feltételezem, mert van egy New Mexico, tehát látszik, ugye meg van csinálva a térképen New Mexico. Hát az állam igazából New Mexico? Vagy az csak egy település? Nem, az az állam a New Mexico, ugye? Lehet, hogy nem. De mindegy, Albuquerque az például egy település, ugye hát nyilván a Breaking Badből vágom. De hogy... hogy az meg van csinálva, látszik, mert hogy ki van írva, és világos szürke a nem létező államok sötét szürkéje helyett. Ergo az ott van, viszont nincsen nekem ilyen kis bogyó benne, ami azt jelenti, hogy nekem nincsen megcsinálva, nincsen fent az a cucc. Szóval szerintem az egy DLC a New Mexico. Utána kéne majd nézni. És itt meg 75-tel lehet csapatni. Nem is értem, mi volt ez a korlátozás eddig? Tehát mi volt ez az 50? Meg nem tudom, mik voltak. Tehát ezt én nem igazán értem. De igazából mindegy is amúgy. Én veretem neki, mint az állat. Na, hogy mit lenne igazából érdemes rakni a kamionra? Bár így nagyon a legtöbb az csak optikai dolog. Na, a zsaru ott van. Jajajajaj, 65. Nehogy itt engem meglásson, mert akkor kész leszek, bár talán az ott a bal oldalon nem engem néz, hogy én mennyivel megyek. Remélhetőleg. 56 perc. Üzemanyag jó. Aludni. Aludni valószínűleg azt fogom csinálni, a következő fuvar előtt fogunk majd aludni egyet. Miért ne alapom? Ne legyen ebből gond, mert fuvar közben aludni nem a legszerencsésebb szerintem. Nagyon sok időt elvesz. Szóval a következő részben egy ilyen jóval hosszabb utat kéne majd megejteni. Tényleg egy ilyen jó sok pénzzel járó dolgot. Ez mi a fos volt ez a növény amúgy? Ez hogy került bele a betonba? Na mindegy, semmi probléma. És utána hát lassan el kéne kezdeni egyébként szerintem felvenni még egy sofőrt. Illetve azt majd akkor fogom megtenni, a sofőrt alkalmazni, amikor ezt a kamiont ugye le fogom cserélni. És nyilván ezt a kamiont fogja majd vezetni az új sofőr. Nagyjából ez a tervem egyébként így ezzel kapcsolatban. És akkor ugye én meg majd az újat tudom vezetni. Itt megyek le jobbra. Ja. Oké. Okay. Nem nagyon volt kiírva semmi. Los Angeles, mi egyenesen megyünk. Egyelőre még nem nagyon tudnám, hogy merre kell menni Phoenix felé, hogyha nem lenne GPS. Azt a rohadt életbe! Look at that! Az ott elé akar lenni? Nem hiszem, de ott van egy város, elég fullos. Mi az a város amúgy ott? Phoenix, hogy ez már itt Phoenix, srácok? Jó, van! Nem nagyon van kiírva lószar se, de az már ott Phoenix akar lenni. Király. 65-tel szabad menni. Itt már kijön írva a Phoenix, nagyszerű. Jó hosszú. Hát nem olyan hosszú, de azért van. Mi ez? Alagút, csalagút. És akkor jobbra fog menni, gondolom én. Na, álljál, figyelj, most sáv. Opa! Telibe elszartam a dolgot amúgy. Itt megyünk a jobbra. Alright. És itt is 65-tel lehet menni, azért elég durva. Aha, látom, hogy picikét itt kavart lesz, tehát majd vissza kell fordulnunk valahol. Jézus, azért ilyen sok idő ez még. 41 perc, elszartam amúgy. Tudja, hogy elkúrtam, de hol kúrtam el? Na mindegy, akkor megyünk még 40 perc, srácok, Phoenix. Hol szartam el? El akart vinni jobbra, vagy mi volt? Na mindegy. Nem baj, igaz, nem olyan nagy, nem olyan tré az, nem olyan nagy tré az. Kollega. Phoenix. Industrial Zone, igen. De ez az ipari telep itt. Nem tudom, hol szarhattam el egyébként, megmondom őszintén. Még néztem a GPS-t amúgy. Na mindegy, tényleg ez van. Wow. Nem muszáj akkor... Na!
történik. Elindulunk, jó? Csak sikerül, csak sikerül. És akkor balra-jobbra nézzünk el. Aha. Azért nagy időkiesés lesz, bár szerencsétlen nem olyan tré. Kollega, nem enged be? De. Ezért az is jó, akkor szépen én itt bejövök, srácok. Elnézést kérek érte. Hoppá. Nem akadtunk bele? Az kemény! Pedig azt éreztem, hogy nagyon-nagyon szűken vettem. Na jó van. Tükröt nem látom. A izén kéne állítani, srácok, a... Ezen. Várjál? Itt. Nem nagyon. Ja, várjál, most a tükröt állítom. Igen, F4 volt. Igen, na ez. Jókor állítom be amúgy. Így. Jó. Egy... Jeez. Nagyon jó. És akkor a tükröt azt ki kéne venni, mert az nekünk nem kell most ide. Aha. Így. Jó. Na most már jó, mert nagyobb a field of view és a látószög. És akkor szépen... most már látom a tükröt is. Ami azért nem egy elhanyagolható, tehát így maradjunk annyiban. Na! Akkor most nézzük, hogy merre kell menni. Én azt mondom, hogy picit rá kéne arra zoomolni arra a térképre, mert hogy valamilyen úton elszartam én azt. Nem láttam én pontosan, hogy kell menni, majd most fogom. Phoenix, jövök már. Hát én bemegyek a személyautós mögé, vagy elé. Így is van, vonatozunk egyet. Hát valószínűleg nem egy román kamionosról beszélünk azért. Szépen már gondolom visszamehetek. De aztán eléggé agyfasz amúgy, azok az utak amúgy totálisan el lehet szarni. Vagy legalábbis én nekem sikerült, maradjunk annyiban. Viszont nem látom nagyon előre. Aha, ott be kell... Jó, innen már szerintem egyértelmű lesz. Igen, itt valamit... Nem jöttem le itt jobbra, szerintem nagyjából ez történt, ez lehetett a gond. Nem tovább mentem egyenesen. Nem tudom, hogy sikerült, tényleg nem tudom. Phoenix írja, jó, nem szarjuk el többet. Oké. Okay. Jobbról is jó, jó. Nagyszerűek vagyunk. Ez pedig, hát Phoenixbe azért olyan durván nem fogunk bemenni, tudjátok a játékot, hogy ez hogy működik. Én nem annyira sajnálom a dolgot. Igen, egy alvás eléggé ki fog majd járni. Na, úristen, majd megint parkolni kell, te jóisten, megint ezzel a hosszú szarral. Sötétbe. Fúha, lesz baj bőven. Mennyi az idő amúgy? 12:35, hajnali fél egy van. 35-tel, szóval ilyen már csak 25-tel. Véletlenül se csesszem meg többet, mert már elég pénzt levontak amúgy, az a helyzet. Nem akarom, hogy levonjanak még. Persze, nyugodtan gyere be előttem. Valbert. Ide megyünk be. Ott jön egy másik kollega, jó sok kamion van. Hát, bocs tesó, én bemegyek eléd. Azt hiszem, hogy lassabb vagy. Befordul? Jó, hogy oda kéne menni hátra, ha? Már remélhetőleg. Mert itt nincs semmi, jó. Kicsit ilyen ósanos a téma. Na. Akkor mielőtt bármit tennék, én megnézem így magamnak. Hogy hol a picsába kell állni. Fúha. Atya úristen, na hát ez gyönyörű lesz, srácok, az a helyzet. Hogyan kéne ezt... Jézus Isten! Jó, akkor most itt, hát valahogy meg kéne fordulnunk egy ívbe, mert hogy... Itt nem, ide nem állok be, az is biztos, mert hogy ez... Tudom, kamion így nem tud megfordulni, tisztá vagyok vele, hogy ez most itt ilyen full... Full kamu jelleg lesz. Még ezzel csináltanak még valamit, ilyet ne tudjak már csinálni, mert hogy ez így... Ez lényegében teljesen lehetetlenség, úgy tudom. Jéé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 é ezt tartást ezt a javából. Nézzük. Azt tudom, hova kell berakni egyébként így. Aha.
Van mellette valami amúgy? Van hát, mi? Persze, hogy van. Jól látom? Nem látom jól. Megint az lesz amúgy, hogy nem fog elférni ez a szar. Ezt most mondom egyébként, tehát hogy ez nem fog elférni. Hívezd meg. Mit akarsz? Nem is rossz! Hello! Ha úgy fogalmam nincs, hova parkolok, ne aggódjatok, tehát csak így megyek a sötétbe, érted? És így hány a fingom nincs, most megint túl fogom úgy menni. De ez amúgy nem is rossz. Sokkal rosszabbra számítottam, megmondom őszintén. Na jó, ez ennek örülök. Most jön az a rész, amikor ki kell egyenesíteni, az szokott még ilyen szopóka jellegű lenni. Viszont már beljebb vagyunk egy fokkal azért. Igen. Nem most. Azt a kurva! A raklapok? A útba voltak, na. Még nem vagyok benne, mi? Hoppá! Mi? Hello, mi? Ennyi! Srácok, érzésre! Ez totál érzésre ment. Lutri volt. Szerencsém volt, maradjunk annyiba, mert ez brutál volt. Tehát, elindultam, fogalmam nem volt, hogy hova a picsába parkolok, semmi probléma. Megkaptuk a pénzünket, 6255 dollárt, 37,9 gallon üzemanyag elfogyott, 6 óra 14 percig tartott, míg odaértem. Ami nem tudom, hogy sikerült, ja azért, mert, de hát hogy sikerült a 6 óra 14 perc? Ja, lehet, hogy 4 óra 50 perc volt, vagy valami ilyesmi, amikor elindultam mi, és akkor pont az a 40 perc, ja, pont egy, majdnem egy órát elszartam azzal, hogy kerülni kellett. 237 mérföld, 6 óra 14 perc alatt azért az elég szar idő, maradjunk annyiba, de mindegy. Remélem, tetszett, hogyha következő részt várjátok, akkor mindenképpen írjatok egy lájkot. Ne írjatok, hanem nyomjatok. Írjatok egy kommentet, amit ugye beszéltünk is. Jöhet az out! Ró! Remélem, srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.